16 év telt el Dunaharaszti várossá avatása óta. Az évfordulót idén is városnapok keretében ünnepeltük, szeptember közepén. A többnapos rendezvény sokszínű programot kínált az érdeklődők számára. Az ünnepi hétvége vidám szüreti délelőttel kezdődött a Német Nemzetiségi Tájházban. A lugasban termett szőlőt a gyerekek leszüretelhették, kivehették a részüket a mustkészítésből, végül megkóstolhatták a friss szőlőlevet. Az udvarban kézműves foglalkozásokkal és népi játékokkal várták a gyerekeket. Kora délután 18 lovas fogattal indult a szüreti felvonulás a meseóvoda és a Petőfi szobor érintésével a Baktai térre. Az állomáshelyekre tervezett zenés-táncos előadások az eső miatt ugyan elmaradtak, de az időjárás ellenére nagy érdeklődés kísérte a tájház szüreti programját. A Baktai téren színes forgataggal, játszóházzal, kézművesek utcájával várták az ünneplőket. Többek között megjelent a Városi Könyvtár és a Gyereprogram, valamint portékáival a Bárka Közösség, az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete és a Dunaharaszti Folt Varázslók.
A lovasfogatok érkezése után kezdődött a színpadi műsor. Sváb és bolgár táncok mellett Majosházáról és Finnországból érkezett előadók fellépéseit is megtekinthette a közönség. Tomaj Monostora is ellátogatott a városnapokra. Köszönetképpen, amiért városunk korábban segítséget nyújtott a település számára a helyi iskola fenntartásában tűzifa vásárlással, szürke marhából készült gulyással látták vendégül a sokaságot, egyben a Majosházai Hospice-ház javára gyűjtöttek adományokat. Egy szerencsés árukapcsolás során úgy néz ki, hogy ez a láda tele lett, és ezt szeretném megköszönni nekik, hogy lehetővé tették önöknek,
hogy jó célra adományozzák a pénzüket, és a Majosházi Hospice háznak a javára fogjuk ezt eljuttatni. Még egyszer szeretném megköszönni Tomaj monostori barátainak az egész napos szolgálatot, hogy így mondjam. Jó utat kívánunk hazafele, Isten éltessen benneteket! Köszönöm szépen, szép jó estét kívánok mindenkinek, Csőcsei Csaba önkormányzati képviselő vagyok. Elsősorban szeretném megköszönni Dunaharaszti összes lakosának, ami segítséget nyújtott az elmúlt évvel az általános iskolánk fűtésével kapcsolatos dolgok megoldásában. Úgy jöttünk most ide önökhöz, mint baráti település. Nagyon-nagyon nagy vendégszeretetben volt részünk, és örülünk, hogy tudtunk segíteni önöknek avval, hogy most ez a láda, hát nem mondom, hogy teljesen teli, de van benne megfelelő mennyiségű összeg, hogy itt a Majosházi Hospice ház megindulhasson. Ez nem nekünk köszönhető, hanem önöknek. És elsősorban nem nekem, hanem a csapatomnak, aki itt volt most, Csécsényi Kis Briginek, Cinegéni Andinak, Ábrahámné Jócsinak, és a Protomai Monostor ügyvezető igazgatójának, Gorzás Gyulának. Köszönöm szépen a vendéglátást! A saját nevemben és Tomaj Marostor a polgármestere nevében, aki sajnos nem lehet itt, mindenkinek az est folyamán nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen. A szombati nap a 20 éves Divina Mahina és a Kis Füzet zenekarok koncertjével, valamint utcabállal zárult. A vasárnap futópartival indult, amelyet a Futaharaszti és a Nádor Lakóparkért Egyesület szervezett immár második alkalommal. A futás népszerűsítése érdekében a Dunaharaszti általános iskolák bevonásával váltóverseny zajlott a Hősök terén. Nagy izgalmak és hangos szurkolás után a versenyből a Körösi Csoma Sándor általános iskola került ki győztesen. Az idei versenyen 687 futó indult több távon és kategóriában. A sportesemény minden korosztályt megmozgatott. Az eredmények kihirdetése után a színpadon a Búgó Csiga zenekar szórakoztatta a kicsiket. Yeah.
Az ünnepi rendezvényen végül fellépett a Balkán Fanatik, a zenekar koncertjére ismét megtelt a Baktai tér.